az, hogy nekiabáljon szét a világnak abban, hogy Magyarországon lehet egy olyan sportrendezvényt rendezni, ahol 36 olimpiai aranyérem és egy paralimpiai aranyérem és egy paralimpiai és bronzérem tulajdonosai fognak egy helyen, egy gyönyörű úszodában, egy világszínvonalú úszodában méltó körülmények között gálázni. Ez megtörténik szombaton, ahol összesen elkezdtem számolni, hogy körülbelül mennyi lehet az Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai futánpontás és felnőtt érmek száma majd. Szerintem 5-600 körül úgy elkezdtem elfáradni. Már csak a mellettelő lacióra gondolok, hogy hány érme van, akkor annyit nem pislogunk én azt szerintem. Ez egy fantasztikus élmény, azzal, hogy én benne lehettem a vizelatos sportban és ilyen fantasztikus emberekkel leszettem együtt, az egy dolog. De hogy a többi sportágban micsoda fantasztikus emberek versenyeznek, versenyeztek a közelmúltban, az egy következő szint. És ugye a 20 olimpiai érelmek Tokióban a felét a vizes sportágban hozták, 10-et, emellett nem is tudom, hogy összesen a olimpiák történetében hány érmet hozott ez a három sportág, de nem is ezzel kell foglalkozunk, hogy ennyire bevegyük a statisztikát, hanem inkább az élmény részére szeretnék utalni, hogy fantasztikus kajakkenő, úszás és vízilabda gálára számított, aki eljön a Hunarénába a vizes gálára. Sok másik fog történni, szinkronuszó és műugró bemutató, ugye a világra szóló éppenfigyelnek bemutatója mellett sorsolunk is, hogy próba 60 pontos elég csapatunk, több mint 1000 emberről van szó, közülük fogjuk kisorsolni 19 embert, aki el fog tudni jutni a pekingi olimpiára. Ezen kívül pedig ugye 25-e a Magyar Edzők napja, és nagyon nagy hálával és tisztelettel vagyunk a mestereink kívánt, és őről is meg fogunk emlékezni, kiemelten a Millennium Masters gálán, az a mérkőzésen Pék Gyula mesteredzőre, aki nagyon sok olimpiai bajnoknak adott utat és mutatott mintát, amellett a nyugdíjas éveiben az ellenfelünknek az oázis öreg fiúk világbajnokságokán volt az edzője. Szóval felsorolni is nehéz szóval, mi fog történni, hát még látványban, hiszen a legnagyobb ellenből elérhető vált hang és fényeszközökkel lesz színesítve a gála, amellett volt egy több mint 1000 úszót várnak az öt próbásán évek érvelet. Ugye reggeltől jelennek 1500-es 3000 méteren úszni a kedves érdeklődő szabad idős sportoló, 1-2, illetve 3-5 próba pontért, ahol engem bele lehet hagyni majd, egy is mielőtt vízbe szállok, úgyhogy állok elébe a versenyzésnek. Még Lacival és Tokival két próba nagy követőkkel, hogy tárgyalni kell, hogy mennyit fognak úszni. De akkor én megszerelnékem így a közösségi sportolásban, amikor együtt úsztuk a Lacival, hogy próbálok vizes gálva eseményen 3 évvel ezelőtt talán, és én próbáltam a kedves részvevők között a nagy testemmel utat törni, egy kicsit gyorsabb volt a náluk, és akkor egy delfin így alattunk el elúszott, ez volt Laci, és egy olyan 15-20 méter kidelfinezett, és aki ott ezt átérezte, hogy a nagy darab uszály, vízilabdás, meg a delfin, így jobbról balról nézte a négy emberek, és akkor így látjuk azt a meglepődést, hogy valószínűleg neki már az volt az élmény, hogy így lehaltuk, nem van, csak azt, hogy úszhatott a Duna Arénában egy ilyen eseményen. Szóval ennek a több mint 1000 úszó lesz, és nagyon színes nap, és nagyon érdekes nap. Én szerintem örök pozitív emlék lehet annak, aki eljön majd, és megnézi minket. Kapunyítását.